kiadtam tavaly egy könyvet, és egy másik is készülőben van, és szeretnék tájékozódni, hogy hogyan lehet ezt profin, egyszerűen és a leghatékonyabban csinálni. Speciális témája van, az anyanyelvünk és a természet kapcsolata a Tiszához, a Tisza folyóhoz, a Tisza vidékhez szorosan kapcsolódóan. Nagyon érdekes, hogy bizonyos biológiai megnevezések, állat-növénynevek milyen régről gyökerezhetnek vajon az anyanyelvünkben. Használjuk ezeket a szavakat, kifejezéseket mindennapjainkban, de nem értjük, nem figyelünk rá oda. Erre világít rá egy kis eszenciális füves könyv, ha szabad így fogalmazni. A Weiser István előadása maga a stílusa miatt is nagyon tetszett, illetve az a rendszeresség, amivel ő fölépített azt, hogy hogyan lehet eljutni a nullából a 100%-ig, illetve az a téma, amit ő előadott, hogy mi az a minden nap, minden órában, minden percben visszatérő munka, amivel sikeres lehet egy könyvírás maga is. Mindenféleképpen üzenek, hogy jöjjenek el a legközelebbi alkalomra, de ha nem jönnek el, akkor is otthon gondolkozzanak ez azon, hogy van egy áldott magyar anyanyelvük, egy nagyon gazdag, használják ki családjukba, környezetükbe, terjesszék, ha lehet, könyvön keresztül.